Köszöntöm a nézőket! Kulturális magazinunk legújabb műsorában kicsit a közeli ünnepekre hangolódunk. Felidézzük Vas Zsuzsefa Faragó legutóbbi kiállítását, emellett az idei karácsonyt várva koncert részleteiről is beszélgetünk. Tartsanak velünk! A télapóhoz és a Jézuskához írt levelek, régi történetek és karácsonyi dallamok csendültek fel a Városi Színházteremben. Idén december 6-án Mikulás napján tartották az idősek számára rendezett karácsonyi műsort. A rendezvényen Sáfár Mónika, Egyházi Géza és Teremi Trixi szórakoztatta a nézőket. Jön a szán, csupa fény, s miután lefékez a háztetején. Közismert karácsonyi slágereket hallgathattak meg a szépkorúak a Városi Színházteremben Mikulás napján. A minden évben megrendezett eseményen az előző évekhez hasonlóan most is zsúfolásig megtelt a nézőtér. Vannak olyanok, akik évek óta látogatják az előadást. Magas színvonalon vannak ezek az előadások, nagyon szeretjük őket, minden alkalomkor itt vagyunk. Nagyon tetszik nekünk minden alkalomkor, mikor jövünk. Múltkor voltam egy ilyen rendezvényen, amit a nyugdíjasoknak csináltak októberben. Pesti színészek voltak itt, azt hiszem ugyanezek a Sáfár Mónika meg a Trixi. És annyira meg voltam lepve, hogy teljes energiával dolgoztak, tehát nem nézték azt, hogy vidéken vannak egy városban, hanem adták a legjavát a művészetüknek. Gondolom most is így lesz az. A rendezvényt Bajaváros önkormányzata és a Baja Marketing Kft. Szervezték meg, ezzel is örömet szerezve a nyugdíjas korosztálynak. Évről évre megrendezzük az idősek városi karácsonyát, a karácsony várás jegyében egy kis ünnepi hangulatot próbálunk varázsolni, így már december elején az advent időszakában. Szeretik a nyugdíjasok ezt a programot, és mi is várjuk őket. Az idén a Nivót produkció fellépői jöttek, tánckarral, egy zenés nosztalgia műsorral. A Nivót produkció tagjai a Hópia Tánckar együttműködésével egy zenés előadással kedveskedtek az idős korosztálynak. Az előadók között szerepelt Sáfár Mónika, Jászai Mari díjas színművész, Teremi Trixi, Bársony Rózsa díjas színművész és Egyházi Géza, Gundel díjas énekes is. Hadd jelezzék a kicsike lángok, hogy hol mindenfelé élnek magyarok ezen a megveszekedett földön. S hadd fonódjanak végre egybe ezek a szétszórt kis lángocskák egyetlen nagy tábortűzé, melyet lélekben körülállva a távolságon át is meglelhessük egymás kezét, s indulhassunk együtt, egymás szeretetében, s az Úr Jézus áldásával egy karácsonyos, szép újjászületés, egy valóban új esztendő felé. Ez egy megemlékezés, illetve egy ilyen figyelemfelkentés, hogy miről is szól a karácsony, mert ugye hajlamosak vagyunk most már tényleg ebben az üzleti, meg eleve anyagi világban és ennek a sodrásában megfeledkezni arról, hogy valóban miről szól. Úgyhogy a Nivót produkció szervezésében vagyok itt, ugye Teremi Trixi és Sáfár Mónika hozták össze ezt a csapatot, illetve hát hoztak össze nagyon sok előadást és nagyon sok ilyen jellegű műsort. Voltam itt már idősek napja környéken is, most már nem is mondjuk azt, hogy idősek napja, ugye, hanem hogy szépkorúak napja. És hát ugye most is a célközönség ez a generáció. Nagyon fontos szerintem, hogy sokkal többen vannak köztük, akik már magányosan kell, hogy megéljék ezeket az ünnepeket, illetve az ő generációjukból sok barát, ismerős, rokon már nincs köztünk, és szerintem minden ilyen alkalom jó, de hogyha csak elmennek egy héten egyszer táncolni, vagy könyvtárba, és ott találkoznak, az is jó. Ez meg egy kicsit még forszírozza is, ugye ez az alkalom, ez az ünnepi alkalom, hogy együtt töltsenek egy délutánt. Mint boldog énekkel jöjjetek, köszöntsük együtt a kisdedet, a fényből jöttél, s a fénybe jutsz, Mária gyermeke Jézus. Elsősorban karácsonyi dalok, illetve ilyen, hát nem bibliai, csak a példabeszédek szó jutott az eszembe, ilyen nagyon vicces, vagy helyenként elég komoly, de elgondolkodtató idézetek, versek, illetve hát vannak táncosaink is, akik közreműködnek majd azokban a karácsonyi számokban, zenékben, ahol azt meg lehet tenni, vagy indokod lehet. Hábel
Ferike és csapata. Hát Ferike, már nem Ferike, de az ő leánya, aki szintén táncos lett. Mindegy név szerint sajnos én mindenkit nem tudok megemlíteni, csak keresztneveket tudnék mondani, hogy Niki, Fruzsi, Feri, meg Miki, van egy Mikulásunk is, egy Miklósunk. Ők összeraktak néhány számhoz egy-egy koreográfiát, készültek erre, és van olyan is, amit még máshol nem is próbáltunk ki. Hát próbáljuk, igyekszünk elég színesen eltölteni, meg egy kicsit interaktívan ezt az egy órát a közönséggel. Volt egy kis leány, nagyon megtetszett nekem. Elhívtam őt egyszer, hogy szánkózzék velem. A megnyitó elején Nyirati Klára polgármester köszöntötte a jelenlévőket. Köszöntőjében kiemelte, az önkormányzat mindenben igyekszik támogatást nyújtani a nyugdíjas korosztály számára. A jövőben szeretnék létrehozni a bölcsek tanácsát, hiszen az idősek egy élettapasztalatra alapozva adhatnak hasznos tanácsokat a következő generációnak, tette hozzá. Nagyon sok lehetőség van egy önkormányzat számára, hogy az időseket segítse, és nem elsősorban pénzbeli segítségre gondolok. Elég az odafigyelés. Tehát egy-egy ilyen rendezvény, mint a mai, az felhívja a figyelmet arra, hogy Baján nagyon sok idős ember él, és nagyon sokan a szeretteiket kénytelenek nélkülözni. Rengetegen élnek a családtagjai közül külföldön, vagy elég már az is, hogyha más városban, ahol egy idős ember nehezebben jut el, mert esetleg nincsenek meg a lehetőségei, nincsen autója, nincsen olyan, aki elkísérni. Tehát azzal, hogyha klubokban szerveződnek, és különböző ünnepek alkalmával adunk teret és lehetőséget arra, hogy összejöjjenek, beszélgessenek, nosztalgiázzanak egy kicsit, ahhoz nem kellenek anyagi források. Ezt meg tudjuk tenni. Elég, hogy hely legyen hozzá. Meg egy olyan ember, aki megszervezi, aki koordinálja ezeket az eseményeket. A szervezők és a támogatók rendezvénnyel kívánnak mindenkinek békés, boldog karácsonyt! Krisztus Fából készült munkák díszítik a Bácskai Kultúrpalota galériájának falait. Balzsuzsa fafaragás iránti érdeklődése már gyermekkorában megmutatkozott, ténylegesen azonban csak néhány évvel ezelőtt kezdett el dolgozni az anyaggal. Munkáiból nyílt kiállítást egészen 2020. januárjáig tekinthetik meg az érdeklődők. Egymást követően gratuláltak az alkotónak a kiállításra érkező rokonok, ismerősök, egyesületi tagok. A Bácskai Kultúrpalota galériájának falait ezúttal fából készült művek díszítik, amelyek Valzsuzsa kezemunkáját dicsérik. A kézműves először általános iskolában ismerkedett meg a fafaragás művészetével, tanulmányait követően ennek ellenére más szakmában helyezkedett el, a fa megmunkálásával pedig csak 6 évvel ezelőtt kezdett el foglalkozni. Az első emlékeim az azok, amikor a technika órán fával foglalkoztunk bent, ilyen kis késsel faragcsáltunk, és hazamentem, és mondtam a papának, hogy nekem nem sikerült úgy megcsinálni, mint a fiúknak. És akkor azt mondta a papa, hogy gyere, itt van egy kis bot, és megmutatom, hogy használd a kést. És akkor egész délután faragtunk a papával. Gyakorlatilag a fa az úgy az életemben mindig benne volt, ugye, mert ha másképp nem, akkor imádok kirándulni, és ott is ugye a fák és a környezet, a természet az, ami engem nagyon-nagyon vonz, kikapcsol és feltölt. Amikor rajzolni kellett, és szabad választás volt, én akkor is fákat szerettem rajzolni, tehát határozott emlékeim vannak, amikor az volt a feladat, hogy csináljunk egy téli képet egy fekete papírra. És ugye fehér krétával kellett rajzolni, és én arra is egy erdőt rajzoltam. Tehát ilyen emlékeim vannak. A tárlat az Életünk a fa címet kapta, utalva ezzel arra, milyen nagy szerepe van a mindennapokban előforduló anyagnak az emberi életben. Igazából a fa az tényleg egy olyan életelemünk, amit mindenki felhasznál a maga stílusában és a maga művészeti ágában. A fát azt szeretik rajzolni, festeni, megformázni, én megmunkálni szeretem.
Nagyon sokszor előfordul, hogy egy-egy fadarabbal térek haza egy kirándulásról, vagy egy dunai csónakázásból, mert ami éppen megtetszik, azt hazaviszem. Itt is a kiállításon van olyan, amit már 2-3 éve őrizgettem, hogy majd lesz belőle valami. Mindig megsimiztem, amikor arra pakoltam, hogy majd te is leszel valami. Aztán végül is fali lámpa lett belőle, és az egyik kedvenc darabom. Egy üszadékfáról van szó, amit az iszapból bányáztam ki. Körülbelül egy ilyen 10-15 centis darab állt ki belőle, de láttam, hogy érdekes, mivel egy ilyen kis lapos fadarabról van szó, és ilyen gírbe-görbe kis ágacska állt ki az iszapból, és úgy gondoltam, hogy azt érdemes onnan kiszedni. És az iszap igazából elég jól már megfeketítette, úgyhogy sepácolni semmit nem kellett vele, úgy, ahogy természet adta, megalkotta, megformálta, úgy használtam fel. Nagyon szeretem a fa alapanyagjaimat meghagyni a minél természetesebben, tehát ha van benne egy csomó, egy repedés, vagy egy érdekesség, akkor én azt szeretem meghagyni, nem kiavítani, nem kivágni belőle, mert szerintem ez adja a különlegességét. A fa az nagyon megmutatja azt, hogy mit élt meg. És úgy, ahogy mondtam már máskor is, hogy meglátszik, hogy mennyi csapadékot szívott magába, melyik évben mennyit, hogy kopogtatott-e rajta a harkály, hogy megrágták-e a bogarak, és ez nagyon szép, hogyha fel van dolgozva. Itt is van egy olyan fali lámpám, aminek az odvába ültettem gyakorlatilag bele az izzót, és vannak rajta bogárnyomok, amik szerintem teljesen egyedivé és különlegessé varázsolják. Az úszadékfa alapú munkák a kiállítás anyagában is megtalálhatóak. Több használati tárgy készült az egykor vízfelszínén lebegő fadarabokból. Varzsuzsa munkája nem ér véget a fa faragásával. A kiválasztott elemeket rendre csiszolja, mázolja, gyakran pedig jellegzetes motívumokkal látja el az anyagokat. Teljes mértékben a fantáziára van bízva. Van, amiből csak egy egyszerűbb kis valami lesz, ha nincs az erezetében semmi különleges, de azt se szoktam kidobni, de nagyon sokszor ránézek, és akkor azt mondom, na ez nem megy a kandallóba, az biztos. Tehát általában meg szoktam lopni a tűzifát, hogyha egy olyan darabot látok meg. Az úgynevezett szeretett ágon különböző formájú és mintázatú díszítő elemek találhatóak, amelyek egymástól eltérő fából készültek. Az egész igazából különleges, mert ez is egy uszadék ágon van rajta, és az uszadék ágon rengeteg folt, már a gomba elkezdett megjelenni, ilyen pirosas folt van rajta, szürke, barna, mindenféle, és ezt így meghagytam a természetes alapjába, és nagyon sokféle faanyagot tettem rá, tehát van rajta fűzfa, tölgy, csomoros nyár, és még sorolhatnám tovább, és a szívek sem egyformák, mivel ugye mindent szabad kézzel vágok ki és dolgozok fel, mivel sokoldalúak vagyunk. A szívek gyakorlatilag, amikor abban is van egy facsomó vagy egy sérülés, az azt mutatja az én számomra, hogy mi emberek is ilyenek vagyunk, sérüléseket szerzünk, de ugyanakkor mindig törekszünk arra, hogy kerek maradjon minden, és szeretünk szeretni, és ettől vagyunk boldogok, és ettől érezzük jól magunkat. A tárlat megnyitóján Rideg Veronika a fa művészeti ágakban való szerepére hívta fel a látogatók figyelmét. A zenében, a népdalomban például, de szeretnék az erdőbe fa lenni, hogy alma a fa alatt, sárgarigó, ne szállj fel a fára, kidőlt a fa mandulástól. Vagy műdalokban, művészi zenei alkotásokban is megcsodálhatjuk a fák erdők zenei megjelenítését. A képzelt riportban például a fák is iratják betétdal, vagy Csík János Úgy élni, mint a fák címmel kiadott születésnapi albuma. A nyugalmazott pedagógus dr. Fátrai Klára szavaival méltatta az alkotó munkásságát. A fa valóban őt is elvarázsolta. Neki a fa erezete mesél. Abba beleolvad, szakértelmével, tehetségével, élvezettel viszi végig azt a folyamatot, ahogy a fa valami mássá válik, mondjuk lesz belőle egy csodálatos ajándék, vagy egy fába varázsolt óra. A jelen kiállítás Varzsuzsa munkájának, életének csak egy szeletét mutatja be. A kiállított tárgyak elsősorban különlegességükkel ragadnak meg. Az alkotó megpillant, észrevesz egy gyönyörű erezetű mintázatú fadarabot, netán egy uszadékfát, és a keze alatt a fa újra életre kel.
Vas Zsuzsa 2015 óta vezeti a Bajai Festők és Kézművesek Baráti Egyesületét. A közösség elnöke az elmúlt években számos egyéni és csoportos kiállítást szervezett a városban és a környező településeken egyaránt. A tárlatok mellett pedig több alkalommal hirdetett készségfejlesztő programokat és nyári táborokat a vakáció alatt, amely során a résztvevők a környezetvédelem és az újrahasznosítás terén bővíthették ismereteiket. Vas Zsuzsa nevéhez köthető a Bajai Szent Istváni Általános Iskola homlokzatára kihelyezett Szent Korona újraalkotása is, amelyet az államalapítás ünnepén avattak fel. Az önkormányzat munkája elismeréséül Baja város mestere címmel jutalmaztak 2018-ban. Vas Zsuzsa ezután sem tétlenkedik, az alkotó az adventi időszakban karácsonyi workshopra várja az érdeklődőket, az ünnepeket követően pedig újabb tervekkel és ötletekkel vág neki a 2020-as esztendőnek. 29. alkalommal rendezik meg a karácsonyt várva jótékonysági gálaműsort december 14-én a Bácskai Kultúrpalotában. Az előző évekhez hasonlóan az adományokat ezúttal is a Bajai Szent Rókus Kórháznak ajánlják fel. A rendezvényről a főszervezővel, Mencer Györggyel és a Bajai Szent Rókus Kórház koronária alapítványának kuratórium elnökével dr. Kovács Zsolttal beszélgetek. Köszöntöm Önöket a stúdióban! Ugye közel 3 évtizedes múltra tekintett vissza maga ugye ez a rendezvény. Mi mondható erről, amilyenek a visszajelzések? A visszajelzések azok most már hossz évek óta nagyon jók és pozitívak. Én amikor ezt az egészet 1991-ben elkezdtem, akkor nem gondoltam volna, hogy ez valamikor ide fog kifejlődni, de hát hál' Istennek jövőre lesz a 30. Bízom benne, hogy feltételednek és mindenkinek a támogatásának megfelelően megvalósulhat. A beérkezett összeget ugye tavaly LKG, valamint egy lélegeztetőgépre ruházták be. Mi mondható erről, mennyire volt használatos az előző években? Én is nagy szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket. Valóban ez így van. 2 évvel ezelőtt egy különösen nagy értékű műszer vásárlására szántuk el magunkat, egy mindré típusú lélegeztetőgépet vásároltunk, illetve hát kaptunk az alapítvány jóvoltából, valamint tavaly egy EKG készüléket. Ugye, mint említettem, hogy a lélegeztetőgép az egy elég nagy, különösen nagy értékű műszer, úgyhogy a idei koncerten ugye ezen műszereknek műszerek törlesztésére fordítjuk, utolsó részletének a törlesztésére fordítjuk. Ugye a lélegeztetőgépet ugye immár 3. alkalommal használjuk. Ugye erről azt kell tudni, hogy a lélegeztetőgép azon igen súlyos betegek ellátásában segít, akik vagy olyan súlyos szív, illetve tüdőbetegek, amely miatt ugye nem képesek önállóan lélegezni, gyakorlatilag oxigén hiány következtében meghalnának, és ugye ilyenkor ezeket a betegeket lélegeztetőgépre kapcsoljuk, illetve hát ugye azon betegeket, akiknél ugye újraélesztés történik valamilyen okból, ugye a szív- és keringés leállás következik be náluk, és ugye a stabilizáció részeként ugye átmenetileg lélegeztetni kell őket. Azt kell mondjam, hogy hát sajnos van módunk használni ezt a lélegeztetőgépet, és igen, jó tapasztalataink vannak vele, gyakorlatilag szinte minden héten van legalább egy olyan betegünk, akiknek az életének a megmentésében nagyon jó szolgálatot tesz a lélegeztetőgép. A másik műszer, amelyet pedig tavaly kaptunk az alapítvány jóvoltából, egy EDAN típusú EKG készülék. Ugye az EKG készülékről azt érdemes tudni, hogy a belgyógyászati napi gyakorlatban ez egy elengedhetetlen műszer. Minden betegnek, aki fölvételre kerül az osztályra, kötelező jelleggel készül EKG, illetve hát nyilván aki szívbetegségben szenved,
szívpanaszokkal fekszik nálunk, azok minden nap. Tehát ugye valakinek, aki valakinek naponta többször, tehát gyakorlatilag vannak olyan napok, amikor 40-50 alkalommal is ugye használjuk ezt az EKG készüléket. Elmondhatom, hogy nagyon jó minőségű, EKG-t lehet vele regisztrálni gyors, ami szintén nagyon fontos, egyrészt azért, mert nagy mennyiségű felvételt készítünk vele, ugye gyorsaság is fontos, főleg, hogyha egy rosszul lévő beteg ellátása során használjuk, megbízható, alkalmas ugye az EKG görbék eltárolására, így akár, ha szükség van rá, ezt el lehet menteni, és akár elektronikus úton, akár mondjuk a szívcentrumba eljuttatni. Tehát szabad azt mondanom, hogy igen, igen jó, használt vesszük mind a két műszernek. Elnézést, egy mondattal fölösült, hogy egészítsem ki, mivel volt saját részemre, tapasztaltam a radiátori lépés ez. Ez egy percen belül a főorvos úrnak a kezébe adja az étárgyi papírt, ami nagyon szép görbétet rajzol ki, és akkor azt orvosok elemzik, hogy jó vagy nem jó. A régi pedig sokkal lassabban működött, ez egy mindenfajta feltételnek megfelelő. Mi minden évben sok-sok beszélgetés után a kuratórium tagjaival és az elnök úrral, főorvos úrral egyeztetjük, hogy mire lenne az osztálynak szüksége, és mi az, ami jó, és mi az, ami, és én mindig azt mondtam, hogy mi az, ami megvalósítható. Akkor egy ilyen hasznos műszerről beszélünk. Igen. De ugye évek óta, évről évre ugye egyre színesebb a paletta. Most kiket láthatunk az idén? Ez mindig egy évbe teli bele, mire összejön. Természetesen ezt a főorvos úrral, a kuratórium tagjaival, és egy-két olyan emberrel, aki nekem ebbe segít. Az idei sztár, mert szerintem Zsédányi Adrián nyugodtan lehet azt mondani, hogy sztár, a teljes második rész az övé. Az első részében az, aki szereti a verseket, Hírlind István, Jászai Maridias érdemes művész, de egy Kossuth Díjas színművész, zeneszerző, gitáros, énekes, Huzella Péter is ott van, egy Prima Primissima Díjas népdalénekes, Mackó Mária, egy olyan szaxofon király, akit én királynak nevezett, az a Muk Feri, akit régen mindenki emlékszik és tudja, hogy Omegával, Apostollal, de minden olyan zenekarral, ahol plusz szaxofonosra volt szükség, ő ott volt, és most a triójával jön. És az első részében adventi dallamok. És akkor három gyönyörű, szép, csinos, fiatal baljai hölgyet, hagy mondjak, Simon Bordlátra, Jenis Erika és Terrai Orsolya, akit a legelején egy karácsony hangulatot fognak csinálni, és a végén a zsída előtt egy gyönyörű második rész kezdetet. És akkor még két ifjú tanár kollégáimat el ne felejtsem, az a Pető Attila és a Kovács Lajos. Remélem, hogy az ifjúét természetesen nem fognak megragudni, akik a zeneiskola tanárai és egy zenei adventi blokkot fognak a kedves közönség szórakoztatására előadni. Ugye újabb műszerrel gazdagodhat az eszköztár a kórháznak, miről lenne most szó? Ez szintén hasonlót tudnék nyilatkozni, mint Menczel György barátom, tehát ugye, és kollégám, tehát itt valóban ugye, ez említettem, a folyamatban lévő törlesztéseket szeretnék lezárni. A fő szponzor, illetve hát a támogatásából pedig kapunk egy új orvosi műszert, ami azonban még a számomra is meglepetés, tehát erről nem tudok ebben a pillanatban konkrétumot mondani. Azt viszont szeretném elmondani, hogy hát én 17 éve vezetem a Vajai Szent Rókus Kórház egyes belosztályát, akkor költöztünk át Szegedről Bajára. Ugye azóta vagyok tagja a Koronária Alapítvány kuratóriumának, és elmondhatom, hogy tényleg nagyon-nagyon sok műszerrel támogatta az alapítvány az egyes belgyógyászat, illetve a Koronária őrző munkáját.
betegőrző monitorokat kaptunk először az alapítványtól, két defibrillátort, egy komplett terheléses EKG rendszert, a jelenleg is használt rendkívül nagyértékű szívútrahangnak a felét az alapítvány fizette ki, és hát emellett ugye EKG-kat, vérnyomás monitorokat, tehát annyi műszert kaptunk az alapítványtól, hogy szinte felsorolni is nehéz lenne. Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk december 14-én szombaton délután 17:30-tól a Vásár Kultúrpalotába, jegyek még korlátozott számban kaphatók a jegyirodában. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy eljöttek. Köszönjük a lehetőséget. Köszönjük szépen! A következő napokban is számos kulturális program várja az érdeklődőket, mutatjuk, mik lesznek ezek. Ragyogás nőknek. A testi-lelki felfrissülést eredményező programsorozat következő rendezvényére december 11-én várják a hölgyeket 18 órától a Bajai Vízisportklub telepén. Az előző évekhez hasonlóan idén is ünnepi műsorral színesítik az adventi programokat a helyi iskolai és óvodai csoportok. Következő alkalommal a Damjanich utcai óvodások várják a Szent Háromság térre látogatókat december 12-én 16 órától, őket követően a Liszt Ferenc kórus lép színpadra karácsonyi dalokkal. Közös karácsonyi ünnepségre invitálják az érdeklődőket az újvárosi lakótelepen feldíszített karácsony felőtti területen december 12-én délután 17:30-tól. Együtt segíthetünk. A Szent László AMK és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi kara közös adománygyűjtő akciót hirdet december 12-én 17 órától. A rendezvény bevételét Mikó Dominik gyógyulására fordítják. Honpolgárest. A sorozat következő alkalmával dr. Valkai Sándor, a Magyar Tudományos Akadémia fizikusa számol be a baktériumok kimutatását eredményező legújabb lézeres módszerekről december 12-én 18 órától az Ady Endre Városi Könyvtárban. Jersze, emlékezzünk! Bajára látogat Kátai Zoltán. A Kossuth és Tinódi Landíjas énekmondó előadását december 12-én 18 órától hallgathatják meg az érdeklődők a Bácskai Kultúrpalotában. Jótékonysági koncert az MNAMK-ban. A december 13-ai rendezvényen összegyűlt adománnyal az intézmény hátrányos helyzetben lévő óvodását támogatják. A 17 órakor kezdődő műsorban közreműködnek az iskola diákjai és pedagógusai, valamint a Bajai Egymíd tanár kórusa. Legújabb kötetének bemutatójára várja az érdeklődőket dr. Szluha Gyula Antal. A Nők, Anyák, Anyu című könyv hátteréről, a mű megjelenéséről december 13-án 18 órától hallhatnak részleteket az érdeklődők az Ady Endre Városi Könyvtárban. A rendezvényen közreműködik Kátai Zoltán énekmondó, valamint Zeke Dorina, zongorista növendék. Karácsonyt várva, idén is nagyszabású gálaműsorral várják az érdeklődőket december 14-én délután 17:30-tól a Bácskai Kultúrpalotában. A jótékonysági koncerten a helyi tehetségek mellett olyan művészek lépnek színpadra, mint Hirtling István vagy Zsétenyi Adrien. Az est bevételét a Bajai Szent Rókus Kórház által megvásárolt lélegeztetőgép törlesztésére fordítják. Bunyavác karácsony. Nemzetiségi ételekkel és tradicionális bunyavác szokásokkal ismerkedhetnek az érdeklődők a Bajai Horvát Önkormányzat és a Bácskai Horvátok Kulturális Központja által szervezett rendezvényen december 14-én 17 órától a turisztikai központban. Heaven Hike akusztikus koncert. A részben bajai fiatalokból álló zenekar legközelebb december 14-én lép fel, este 9:30-kor a mini kávézóban. Adventi gondolatok. Advent harmadik vasárnapján Kovács László evangélikus lelkész, valamint Debreceni András görög-katolikus segédlelkész tolmácsolják ünnepi gondolataikat december 15-én 17 órától a Szent Háromság téren felállított színpadon. Mintamókus. Ismét színpadra állítja zenés úttörő mozgalmi ifjúsági játékát a Bajai Fiatalok Színháza. Az előadást december 15-én 17 órától tekinthetik meg a Városi Színház teremben.
Mai adásunk véget ért, friss összeállítása legközelebb egy hét múlva szokott időben várjuk Önöket. Addig is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A műsorvezető töltöztette a Trendformi ruhaüzlet.